Felülről is jól néz ki a kisvárdai futballstadion. Mellette a helyi labdarúgó akadémia zöld pályái is látszanak. A városban kiemelt fejlesztési cél a sport, részben az egészséges életmód népszerűsítésére, részben a fiatalok helyben tartása érdekében. 3,5 milliárd forintos állami támogatással épül multifunkciós sportcsarnok, és ezzel párhuzamosan honvédelmi sportközpont, mondta 35 perc című műsorunkban Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere. A honvédelmi sportközpont pályázat az egy kicsit adott volt olyan irányba, hogy minden járási székhelyen legyen egy ilyen honvédelmi sportközpont. Nyilvánvaló mi egyből megpályáztuk ezt a lehetőséget, és úgy gondoljuk, hogy úgy gondolom a városfejletés együtt, hogy nyilvánvalóan egy honvédelmi nevelés, ugye nincs már katonasság, ami a jó magam is voltam katonas korkatona, tehát nem biztos, hogy inkább azt mondom, hogy biztos, hogy kell a fiatalságnak egy kis önfegyelem, odafigyelés, meg kell tanulni azt is. Szemmel is nehéz követni a kisvárdai csúszdapark csúszdáit, jelentős vonzerővel bír a fürdő a turisták és a városlakók körében. Van egy korszerű strandunk, olyan csúszdaparkkal, ami az országban az első, talán ötben benne van, mindenikint kielégít, gyógyvízünk van, tehát az idősebb emberek számára is ott a lehetőség. A másik pedig a filmpark. Egy olyan díszletváros jött létre, Kisvárda nagyon sok híres filmes származik, az első Várkonyi Miklós első Néma filmsztártól kezdve, a Stanis Pannak a névadója, hát akit ismernek talán többen, Endi Vajna, kisvárdai származású. A kisvárdai vár több mint 500 éve áll a település központjában. Ma már nem védelmi, sokkal inkább történelmi és kulturális szerepe van. A vár felújítása szintén kulcsfontosságú cél. Régi vágyunk volt a vár fejlesztése, ugye mert csak a déli fal maradt meg egy lakótoronnyal, most az kiegészül egy másik lakótoronnyal, és 3 szintes lesz a belső vár, különféle programokkal, interaktív interpersonális lehetőségekkel a vár történetéből lesz egy kápolna, ahol esküvőket szintén lehet tartani, illetve megmarad az a funkciója, amire immár 33 éve alkalmas volt, a várszínházi esték, illetve a Magyar Színházak Fesztiválja. Lesz egy mobil színpad, és ugyanúgy folytatjuk ott, ahol most 3 évig talán, vagy 4 évig nem volt előadás. Kulturális tekintetben pedig a Kisvárdai Magyar Színházak Fesztiválja a legfontosabb városi program. Idén 33. alkalommal rendezték meg, jövőre folytatnák a rendezvényt.